Több mint 200 kiló szőlőt préseltek le az újpesti piacon. A mézédes nedű mindenkinek ízlett, és el is fogyott az utolsó cseppig. Szombaton már korán reggel sokan serénykedtek az újpesti piacon. Egyre másra érkeztek a szőlőfürtökkel megrakott rekeszek, vödrök, dobozok a sétányra. A rengeteg szőlő jelezte, valami készül. Többen vásárlásra voksoltak, de nekik csalódniuk kellett, mert a gyönyörű szőlőből must készült, ugyanis a ládák tartalma a darálókban landolt, és kezdődhetett a préselés. Aztán már csurgott is a gyöngyöző must. A vidám esemény főszervezője Balog Angéla, az újpesti piac és vásárcsarnok vezetője is dicsérte a minőséget. Az ősz, a hosszú ősz és a meleg ősz megtette a hatását, nagyon magas a cukorfoka a szőlőknek, még villányban is 19,5 fokos a finom vörös szőlő. Hallottam, hogy Tokajban viszont panaszkodnak az aszú termelők. Igen, hát az egyik fajtának kedvez ez az idő, a másik fajtának nem kedvez. Így jártak most a tokaiak, és így jártak sajnos a badacsonyiak is. Sajnos jégbor sem lesz, és aszú sem lesz. Tudjuk, hogy Újpest nem igazán szőlőtermő vidék, mégis rengeteg gyümölcs került a présbe. De vajon honnan érkezett a több mint 200 kiló szőlő? A kereskedők hozták össze, illetve adták össze, illetve az őstermelők. Václatottól kezdve, Nógrád megyéből, mindenhonnan. Az érdeklődőknek természetesen nem kellett megdolgozniuk egy pohárnyi mustért. A darálást, a préselést erős férfi kezek végezték, a mézedes mustot pedig a piacfegyvileség vezetője és kollégája kínálta a türelmesen várakozó embereknek. Isteni finom, nagyon finom, nagyon magas a cukortartalma, én már megkóstoltam, és most arra várok, hogy üvegből tudjak elvinni. Nem fél attól, hogy hát ugye tudjuk, hogy a musttól néha szaladgálni kell? Nem, köszönöm, én már bevásároltam, úgyhogy most már szaladok hazafelé. A préselés alatt Kis Csaba úr volt a munkamester. A piacfelügyelő többször is hívta a népet egy kis szőlőtaposásra. Talán egy héttel korábban zajlik az esemény, lett volna vállalkozókedvű fehérnép a sorban állók között. De a hideg szeles időben bizony nem akarozott mezitlába dézsába mászni és elvégezni azt, amire a prés képes. Látom, kézzel nyúlkálsz bele. Az a nagy helyzet, hogy kézzel lábbal csináljuk, tudod, mert annál finomabb lesz, mert ez majd a borban is érződni fog. Ha lesz neki ideje megerjedni és ugye kiadni a igazi ízét majd. Amikor ugye lepréseltük és kiszedjük a présekből a maradékot, ezt beszórjuk ugye egy kádba, cukor lesz rászorva, és akkor hadd érjen, és amikor megérett, akkor rézüstben pedig finom törkölypálinkát főzünk belőle. Hogyan is lesz a szőlőből must? Hát tulajdonképpen itt Pesten, úgyhogy oda beöntik, és akkor a bácsa, mint láttuk, ott elkezdte tekerni, és itt felörli, ha jól tudom, és oda beleesik. És vidéken? Vidéken az asszonyság, ha jól tudom, inkább az idősebbek, bár lehet, hogy már én is beletartoznék, beállunk a dézsába, és elkezdjük lábbal tiporni. Na? Nagyon finom! A jó hangulatot nem csak a nedű biztosította, hiszen az újpesti Magyar Dal és Zenebarát társaskör tagjai László Mária vezetésével vidám születi nótákat énekeltek. Jó vörös bor eladó, ha nincs benne, jó vörös bor eladó, dűljön össze ez a vendégfogadó. Rövid másfél óra alatt a szőlő az utolsó szemig elfogyott. A mustból sem maradt egy csepp sem. Kijelenthetjük, a piacon az idén sem lesz a mustból bor.